Sziasztok, ez itt a mögre csatorna, Balázs vagyok, és derült égből villámcsapásként érkezett egy új update a Warhammer 2 ami nem csak sima update, hanem egyenesen content patch, egy teljesen ingyenes új frakció. Nem láttam jönni, hogy két DLC között meg fog jelenni egy ingyen frakció a Dark Elfekhez, úgyhogy egyébként jellemző, hogy kb. aznap jelentették be, vagy kb. igen, aznap jelentették be, hogy kikerült a Dark Elf videóm, úgyhogy az most már... Uh, nem feltétlenül up-to-date, hiszen megjelent egy új frakció és egy új lord a Dark Flag-hez, aki használható mind a két térképen. Erről fog szólni ez a videó, illetve arról, hogy van még egy pici update, méghozzá a Budel fősöknek, a Sisters of Twilight-nak jött be. A már eddig is létező Forge of Death mechanika kapott egy új interfészt, és sokkal jobban néz ki, és elképesztően menő. És maga ez az egész update elképesztően menő, mert az új hős is nagyon-nagyon érdekes mechanikákkal rendelkezik. Úgyhogy vessük is bele magunkat. Az új hős az Rakarth, és ha meghallgatjátok, most pont nem lehetett beszélni, de majd lesz róla szó, nem más kelti jött életre legalábbis a hangját, mint a trónok harcából ismert Ramsey Bolton pszichopata vagy szociopata karaktere, uh, nak a színésze az, aki adja a hangját ennek a karakternek. Ja, majd talán kicsit jobban lehet hallani, de nagyon jó munkát végzett, és nagyon jó hallani az ő hangját. Mit kell tudni Rakarthról? Dark Elf és elsősorban a mesterekre specializálódott Thousands Thousand Moz nevű um, frakciót vezeti ő, és egy külön mechanikával is rendelkezik, ez pedig a Monster Pens. Ez egy nagyon érdekes dolog, mindjárt beszélek róla. Kicsit hasonló egyébként, nagyon sok szempontból uh, Drykához, aki a Drycha, aki a Wood Effect-től, vagy Wood effect érkezett ingyenes update még a múltkor, ő is képes volt arra, hogy különböző frakcióktól és különböző fajoktól hozzon össze szörnyeket, és itt is így van, Rakarth mindenfajta szörnyet tud használni, nem csak Dark Elf szörnyeket, hogy ez hogy szerzi meg, mindjárt beszélek róla. Mind a két térképben, vagy térképen Albionban kezd, és a faction effektek a Monster Pen mechanika kivételével, vagy a mellett még az, hogy amennyiben raidingelünk, akkor az csata során, a raidingben álló csata során nincsen vigor penalty, mínusz 10 fenntartás a szörnyeknek, illetve mínusz 1 toborzás a szörnyeknek, a szörnyegységeknek, a Lord seregében, tehát rakács cseregében, és rakács plusz 8 melee defense a szörnyeknek. A kezdő egysége az egy uh, igazából egy shades, grace sword shades, ami tök jó, illetve egy reaper bolt throwers, ami szintén tök jó, de a legkirályabb dolog az nyilván egy warhide mert miért is ne. Úgyhogy ja, uh, nézzük meg, hogy hogy néz ki az ő mechanikája a gyakorlatban. Itt is vagyunk, betöltöttem egy mentést, ami azért nagyon szuper mentés, mert éppen túl vagyok egy lizardman-elni csatán, méghozzá a Nakai ellen kellett egy mission csatát vívni, és így talán a lehető legjobban meg tudom mutatni a Monster Pennek a lényegét. A Monster Pen itt található, tehát nem itt van valami extra gomb, hanem itt, és innen le is tudjuk hívni az egységeket. Nagyon egyszerűen gyakorlatilag úgy működik, mint az összes többi toborzás, normál toborzás, tehát kifizetjük magát az árát, és aztán fenntartási díja is van, és valamennyi körbe kerül illetve nem, ezek, bocsánat, ezek pontosan megjelennek azon nyomban, amint lehívom őket. Tehát, hogyha innen hozok egységeket, akkor az azonnal megjelenik, nem kell rá várni köröket. Ez a szám azt jelenti, hogy hány darab áll a rendelkezésünkre. Most látjátok, hogy van nekem egy Feral karnuszor, a Feral és négy darab Feral Cold van és csak a tizedik körben járok, szóval elég durva a seregeket lehet összerakni ezzel a fajta hőssel és ezzel a fajta frakcióval. Már és emellett van már a seregemben egyébként egy Mamut is egy Feral Mammoth. A legtöbb egység, amit itt használtunk, az a Feral verziója lesz a sima egységeknek, tehát például itt van a Feral Stegadon, Feral Carnosaur, van, végigmehetünk az egészen, és látjátok, hogy különböző helyekről származnak ezek, tehát amíg például a Feral Mammoth az a Norskától származik, addig a Feral Back Dragon az a Dark effect -től. ezek itt a és itt van az Explosive Squig, aki pedig az orkoktól érkezik. Na most ez azért nagyon érdekes, mert hogyan tudjuk ezeket megszerezni? Időközben lehívok egy Feral Karnaszort, mert nagyon király dolog, hogy ott van a seregünkben. Hogy tudjuk ezeket megszerezni? Nos, nagyon egyszerű, harcolni kell az adott területek ellen. Amikor elfoglalok egy várost, illetve amikor vívok egy csatát, akkor van esély arra, hogy annak az adott frakciónak, amennyiben van az én lehetőségeim között lehívható egysége, akkor kapjak egy olyat. Tehát például hiába harcolok mondjuk az emberekkel, nekik nyilván nincsen semmi, tehát tőlük nem kaphatok semmit, viszont hogyha harcolok, teszem azt ö, a norszkával, akkor van esély arra, hogy ferulmamuszot kapok. Ez attól is függ az esély, illetve hogy mennyit kapok, hogy mennyire erős az a sereg, amire harcolok, és mekkora a lélekszáma, mennyien meghalnak ezekben a csatákban. Illetve amikor elfoglalunk egy területet vagy egy várost, akkor is láthatjuk, hogy az első két opciót, ez az elfoglalás és az elfoglalás kifosztással opciók mellett van lehetőségünk arra, hogy szerezzünk egységeket. Úgyhogy nagyon egyszerű, viszont egy tök jó mechanika, és tényleg akkor így csoportosul, hogy itt vannak ezek a szörnyek, használd őket, legyen tele a sereged ilyen mindenfajta, nem akarom mindig azt mondani, hogy szörnyek, de hogy mindenfajta szörnyekkel, és go crazy. Úgyhogy ez nekem nagyon-nagyon tetszik. Szerintem nagyon szórakozott kampányokat lehet ezzel csinálni. Na de még nem ennyiben merül ki, nyilván ennyiben merül ki maga a hősnek a, a, a amit beszélni akartam róla, az új, teljesen új Legendary Hero. Esetleg mi megnézhetjük itt, hogy milyen lehetőségek vannak, vagy milyen uh, skill-ek. Összességében egy Brackhus, nevű fekete sárkány az, aki a legmagasabb szintű mountja ennek a ennek a hősnek, illetve van neki ez a Carrion Krause, free range breeding program és ez az a sor ami az Apex predatorik vezet, ez az a sor ami neki különleges uh, perkek, ami pedig a képességeit illeti, ami különleges az a Beast Armor of karant kar ami egy Merry Defense és Damage Resistance a körülöttévő egységekre, egy Beast Lords Gaze, amivel meg tudjuk eltenni a, a, Rampage erő egységeket, és 16 leadership is ad, és a Whiplash, ami pedig az nem magunkra, hanem csak is kizárólag a szörnyekre ö, adható bónusz. Charge speed, weapon damage, armor piercing weapon damage és charge bónusz. És ezek elég komoly képességek, ha megnézitek, 50% base weapon damage és 50% armor piercing weapon damage. Ez azért elég király tud lenni, hogyha oda csap az ostorával. Submit, ja, azt hiszem, hogy itt akartam beszélni róla, amit ah, mondtam, innen kezd, Nagronathból, Albion területéről, és ez az első az első pacsatáját norszkaiak ellen fogja megvívni. Itt található két különleges épület, arisztot of Nagronath, pontosabban először a Forsaken, aztán pedig a Restored, illetve az Ockham Stones, ami a Ruined Ockham Stonesból indul, és eljut az egészen az Empowered Ockham Stones-ig. Ezek elég, erős, ez épületek, úgyhogy érdemes őket a lehetőre gyorsabban felupgradeelni. Na de menjünk is át a másik részére, ennek az update -nek a kisebbik részére, ez már nem lesz hosszú, viszont meg szeretném mutatni azt is, hogy hogy néz ki az új Forge of Death képernyő. Mert nagyon jól néz ki. Egyrészt rögtön át tudjátok azt, hogy most már nem tudom, ez az update update vagy egy korábbi, de különböző színek előre a játék a testvéreknek a beszélgetéseit. Na, aki esetleg nem tudná, vagy esetleg nem találkozott még velük, akkor nem mennék az elejétől végig újra a mechanikáikon. Nézzétek meg a The Twisted and The Twilight nevű DLC bemutatót, amikor is beszélek arról, hogy mégis mit tudnak ők, mit kell tudni a Sisters of Most csak azt mutatnám meg, hogyan változott ez a képernyő, méghozzá ez a képernyő. Ugye ez korábban úgy nézett ki, amikor megjelent a játék, hogy egy egyszerűen csak... Uh, úgy is mondhatjuk, hogy egy nagyon egyszerű döntéses mechanikával volt a Forge of Death dolog, viszont ez most változott. Ugye a Forge of death pontokat akkor kapunk, amikor nyerünk egy csatát például, visszaszerzünk városokat, és ezeket elköltetjük az új képernyőn. Maximum három ilyen favorünk lehet, de hogy ez azért van, mert lesznek olyan Dolgok, amikre akár háromba is kerülhet. Kicsit újra húzták amúgy az egészet. Tehát korábban az volt, hogy feljött a képernyő, oké, okay, itt a lehetőség, mit szeretnél választani? Valamilyen tárgyat fejleszek neked, vagy, vagy mit csináljak? És most már ez egészen máshogy működik, mert hogy most már kapunk ilyen death favor-t, amit elkölthetünk. Egyrészt arra, hogy nyilván fejlesztjük az adott fegyvert, 1-es, 2-es, 3-as szintre, és ezek különböző mennyiségű favorbe kerülnek, és látjátok, hogy van a dragon fajta fegyverek, van az eagle fajta fegyverek mind a négy kategóriában, tehát nem csak fegyver, hanem um, van itt amulett is, meg armor is, és van a twilight és a dreaming, és ezeket bármelyiket megvehetjük. Illetve van egy death blessing is, ami pedig bizonyos általában öt körön átad valamilyen pozitívumot, vagy ad valamilyen módosítót az egész frakcióra. Úgyhogy ez úgy néz ki most már, hogy azt mondom, hogy nekem kéne mondjuk a Dragon Spear, és azt mondom, hogy ezt szeretném megkapni. Köszönöm szépen. Amint azt két szívesség, választhatok, hogy akkor ezt upgrade vagy pedig reforzsoljuk, ami újra dobja kicsit a képességeit. És ezt nagyon sokszor, nagyon sok helyen lehet megtenni, úgyhogy sokkal jobban néz ki, de hogy ezt sem tudom mondani, mennyivel jobban néz ki ez, mint a sima dilemma alapú választás volt, vagy mechanika volt. Most tényleg azt érzi az ember, hogy valami valami extrát kap ezekkel a hősökkel, pedig csak annyi kellett, hogy kicsit színesebb és szagosabb legyen, meg hogy amúgy kicsit újra húzták az egészet. Minden esetre elképesztő, hogy a CIA milyen szinten, a kreatív szemlő milyen szinten hallgatta a népre, és milyen szinten hallgatta a játékosokra, úgyhogy uh, le a kalappal. Mind ezért a Forge of a teljes újra mint mind pedig a teljesen új lordért, aki érkezett, és akit már kipróbálhattok, a megjelenés napján csütörtökön, délután fog ez majd megjelenni, amit kell csinálni, hogy a Total War Access-re belépni, a regisztrációtokkal, vagy pedig regisztrálni, és az összekötött fiókkal uh, egyszerűen csak beváltani, az összekötött fiókotokkal beváltani ezt az új hőst, és megkapjátok a hőst, míg maga az update pedig elhozza az új Forge of Ezek közül, vagy ezeken kívül kicsit uh, változtattak a számokon, a Skavenökkel kapcsolatban, kicsit változattak a számokon pár Dark Elf frakcióval kapcsolatban, egész konkrétan Lockhear-ral és Crown Hellebronnal kapcsolatban, de ezekről majd esetleg egy patch fogunk pontosan értesülni, hogy mi történt. Ennyit akartam igazából már megmutatni nektek, köszönöm szépen a figyelmet, én nekem az nagyon tetszik, és még jobban várom az elkerületetlenül érkező utolsó nagy DLC-t. Szerintetek mi lesz az? Én remélem, hogy benne nagyon remélem, hogy Beastman. Minden arra mutat, hogy Beastman, de hogyha Beastman, akkor ki lesznek, Ik lesznek még ott mellettük, a biszmenek mellett? Dark elfek? Nem valószínű, most kaptak egy új lordot. Akkor skévenek? Nem valószínű, ők már voltak. Nem tudom ki, <laughs> tényleg nem tudom, hogy ki lehet. Norskeren a legdurvább, de az nyilván nem lesz. Jó, van, köszönöm szépen a figyelmet, és akkor találkozunk a következő bemutatóban. Sziasztok!